Április 22-e a Földnapja. Dunaszerdahely városa ebből az alkalomból ezen a napon a municipál városi közterület fenntartó vállalat munkatársainak segítségével a város több pontján fákat és virágokat ültetett ki. Új fákat a keleti lakótelepen és a Városháza téren ültettek, míg virágokat a Vámbéri téren a katolikus templomnál. A virágültetésben a Komenszky utcai óvodások is közreműködtek. A város vezetése egyúttal arra biztatja a lakosokat, hogy április 23-án és 24-én szedjék össze a lakókörnyezetükben a szemetet. A városi hivatal 120 literes zsákokat és gumikesztyűt biztosít, valamint elszállítatja az összegyűjtött szemetet. Hájos Zoltán polgármester, Aszabó László és Karafa Attila alpolgármesterek a Földnapja alkalmából rajz, fotó és újrahasznosított termékekből készült kreatív tárgyak versenyét hirdették meg a város alap- és középiskolás tanulóinak. A téma a Földnapja. Az alkotások tetszőleges technikával készíthetők. Egy pályázó egy pályaművet juthat be, amelyet a városi hivatal címére kell küldeni. A beküldési határidő április 30-a. Ne csak ezen a napon, de ezen a napon különösen, hiszen ez a Földnapja, felhívjuk a városlakók figyelmét arra, hogy óvjuk meg a környezetünket, vigyázzunk arra, ami a miénk, vigyázzunk arra, ami a városé, hiszen a városnak kell róla gondoskodnia, de tudjuk azt, hogy a lakók nélkül ez nem megy. Tehát mindenkit kérünk, hogy ha kiültetünk egy fát, figyeljenek oda, igyekszünk minél hamarabb azokat kikarózni, hogy megóvjuk az esetleges kitörések ellen. Ha kiültetünk valahova, vagy bevetjük fűvel azt a földterületet, akkor ne lépjenek arra. Vannak különböző ilyen apró cseprő dolgok, amiket, hogyha betartunk közösen és odafigyelünk rá, akkor úgy hiszem, hogy Dunaszerdahelyen is minél hamarabb megvalósul az, hogy valóban nem csak a panelházak rengetei fognak színesedni, hanem a virágok is, a fák is, és ez a célunk, hogy valóban egy kicsit békésebb, nyugodtabb lakókörnyezetet alakítsunk ki az itt lakóknak.